Szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, ez pedig a legújabb főzős videóm. Ahogy láthatjátok, már ki is van elém készítve az összes alapanyag, és valószínű, hogy a címből már tudjátok, de egy vegán rakott tésztát fogunk készíteni. Kettő kameraállással készültem nektek a mai napon. Remélem, hogy mindent fogtok látni, amire szükségetek van. Bájos segítőm a háttérben mancsol, lehet, hogy látni fogjátok, de az biztos, hogy hallani fogjátok, ugyanis most tépte le a függönyt. Mókás az élet egy dobbermannal, maradjunk annyiba, de nem is szeretném tovább húzni az időt, kezdjük el a főzést. Ahogy látjátok, a mai videó is a Vegetával közösen készül el a számotokra. Nézzük át, hogy milyen összetevőink vannak itt nekünk. Ahogy látjátok, van bébi sárgarépám, ami egyedül azért bébi, mert ez volt itthon. Édes krumplit készítettem elő, cukkinit, egy fej vöröshagymát, illetve spenótot. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem az egyik kedvenc zöldségem a spenót, valamiért mostanában mindenbe is spenótot szeretnék tenni, úgyhogy ebbe a receptbe is teszek. Természetesen, hogyha valaki ki szeretne venni, vagy hozzá szeretne adni bármilyen zöldséget, egészen nyugodtan és egyszerűen meg lehet ezt tenni. Látjátok, ide ki van már készítve a tészta is, ami tekintve, hogy gluténra is érzékeny vagyok, egy rizs tészta, és mivel a tejre is érzékeny vagyok, így van nekünk még itt rizs tejszínünk, reszelt. Ez valami trapista sajtféleségnek megfelelő növényi sajt, illetve mozzarellának megfelelő növényi sajt. És kihagyhatatlanul a fűszereink. Első lépésben szeretném megfőzni a tésztát, ugyanis az viszonylag hosszú ideig tart, tekintve, hogy rizs tészta, ezeknek mindig hosszabb. Meg is töltöttem a lábasunkat vízzel, amit el is kezdek felforralni, és jó alaposan besózom a vizet. Amíg a víz felforr és elkezdjük megfőzni a tésztát, pucoljuk meg először a zöldségeket. A cukkinit és a bébi répát azt csak megmostam, nem szeretném őket feltétlenül meghámozni, ugyanis nem tartom szükségszerűnek. És amit nem mondtam még nektek, hogy a tésztát azt nem fogom teljesen megfőzni, csak egy kicsit előfőzöm, hogy ne teljesen a sütőben kelljen megfőnie. És végül, de nem utolsó sorban jöhet a hagyma. Megpróbálok minél gyorsabb lenni, és akkor hátha nem sírom le az egész arcom. Már most érzem, hogy ez egy elképesztően téves elképzelés. A tésztát le is szűröm. Ugyanis, ahogy mondtam már nektek, nem szeretném teljesen megfőzni. Majd ha ezzel is megvagyunk, akkor beízesítjük a zöldségeinket, illetve elkészítjük magát a szószt. Ezután pedig a BioVegeta ételízesítőből fogok tenni a mixünkbe. Egy kis érdekesség, ez a csomagolás 374 g friss zöldség felhasználásával készül, csak és kizárólag organikus összetevőkből és tengeri sóval. Tehát... és ezt most szépen összeforgatom. És amíg az egy kicsit szívódik, addig állítsuk össze magát a szószt. Előveszek egy kicsivel nagyobb tálat, és beleöntök 250 ml rizs tejszínt, ami ugye egy doboznak felel meg. Nem pazarolunk, úgyhogy az utolsó cseppet is kiszedjük. Ezután pedig elkezdem hozzáadogatni kiolvadt spenótunkat, amiből őszintén megmondom, hogy még fogalmam sincs, hogy mennyit fogunk tenni. És egyébként is van egy olyan érzésem, hogy a második doboz rizstejszínt is elő kell majd vennünk. Ide jöhet majd egy jó adag só. Közben elkezdtem előmelegíteni a sütőt, mert egy pillanatra elfelejtettem, és szeretném, hogyha addigra felmelegedne, mire ezzel itt elkészülünk. Ezután csak egy egészen picike BioVegetát is beleteszek a keverékünkbe.
Pont annyit teszek bele, hogy segítsen kiadni a már meglévő ízeket. És kezdjük is el összeállítani a rakott tésztát, amihez elővettem egy kis margarint. Nem tartom valószínűnek, hogy száraz lenne az alja az ételünknek, de a biztonság kedvéért szeretném egy kicsit kikenni. Megint csak, aki nem érzékeny, az tehet vajat. Kezdjük is az összeállítást. Arra gondoltam, hogy első rétegben szeretnék egy vékonyka tészta réteget. Logikusan körülbelül a felét veszem ki. Majd jöhet a fele zöldségünk. Ezután, hogy biztosan mindenhova jusson, már most öntök rá egy keveset a rizstejszínmixünkből, mehet középre is egy kis sajt, és ismételjük meg a lépéseket még egyszer, viszont most már fel fogom használni az összes összetevőnket. Ahogy az előbb már mondtam, várható volt, hogy szükségünk lesz még egy adag rizstejszínre, úgyhogy villámgyorsan azt is bekeverem, és töltsük fel teljesen, sehol ne legyenek száraz foltok. A második rizstejszínből nem használtam fel az egészet, a felét öntöttem csak ki, ugyanúgy bekevertem a fűszerekkel és a spenóttal is, majd ahogy látjátok, egyenletesen eloszlattam a felszínén. Ezután pedig jöhet a sajt, amit nem fogunk sajnálni, a szeletelt mozzarellából fel fogok helyezni egyenletes rétegben eloszlatva mindenhova. Ezután pedig megszórjuk a reszelt sajttal. Majd alufóliával lefedem, ugyanis először szeretném, hogyha megpárolódna belül minden, és csak utána fogom levenni, amikor megpróbáljuk egy kicsit megpirítani a tetejét. Vegán sajta lesz nem olyan könnyű, de megpróbáljuk. A sütőm egyébként elő is melegedett, és tudjátok, mondtam már nektek, hogy programozható sütőm van, és rakott zöldség és tészta funkcióra 180 fokot ajánl fel nekem 25 percig a legalsó rácson, úgyhogy ezt is fogom csinálni. És amikor lejár az idő, akkor megnézzük, hogy hogyan, milyen állapotban van. A tészta az már előre van főzve, úgyhogy a neheze az kész van. Ha megpuhulnak a zöldségek, akkor igazából készen is vagyunk, úgyhogy tegyük be, és 25 perc múlva találkozunk. Szeretném elmondani, hogyha valaki ugyanolyan szőke, mint én, és nem gondol bele, hogy 300 fokon milyen gyorsan történnek a dolgok a sütőben, akkor pontosan így lehet járni. Egy icipicit feketébb lett, mint szerettem volna. A teteje odakozmát. De a lényeg az, hogy elkészült, és bőven több idő kellett neki, mint ahogy a nagyon kedves sütőm megjósolta. 2x25 percet volt a csőben sütés funkción, 180 fokon, utána grillen egy 5-10 percet, hogy odakozmáltassam a tetejét. De elkészült, és arra gondoltam, hogy villámgyorsan felvágjuk, megnézzük, hogy hogy néz ki belülről. Lecsöpögtettem magam. Let me see. Néha meglepődök, hogy ehető dolgokat tudok csinálni. Nem mondom, hogy tudok főzni, mert attól azért messze állunk, de ehető. Száraznak biztos nem lett száraz. Bence azt mondta, hogy megkóstolja, úgyhogy mi lenne, ha megkóstolnád? Itt nem vagy eléggé kamera képes, akkor így. Ez egy olyan kajára sikerült, ami nem feltétlen szép, de szerintem finom lesz. Ez lenne a falat. Hogy beszélsz? Jó, ez nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Akkor megkaptuk az értékelésünket is, úgyhogy sikeresnek mondhatjuk a mai videót is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Isten, de jó! A szokásos módon, ha elkészíti bárki ezt a receptet, akkor mindenképpen posztolja valahova és jelöljön meg rajta. Hamarosan érkezek további főző videókkal nektek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!